Folytatjuk a ma reggelt. Újra a középiskolásoké, a Sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. 19 országból mintegy 600 diák érkezett a Rákóczi Szövetség 24. nyári táborába. Hogy milyen lehetőségek és élmények várnak a gyerekekre, arról Balázs kérdezi vendégét. Így van, a szövetség elnökét. Jönnek a részletek a táborokkal kapcsolatban, itt ül már velem szemben Csáky Csongor, tehát a Rákóczi Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok! Na, akkor nézzük a részleteket, hol és milyen táborokkal várják az idén a fiatalokat. Hát egy nagy programkavalkád az, ami a Rákóczi nyárban fogadja a Rákóczi Szövetség nyári programjaiban a diákokat, azt a 15 ezer diákot, akiknek az ömmel a fele magyarországi, a másik fele az a Kárpát-medence külhoni területeiről érkezik, de köztük vannak azok a fiatalok is, akik a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből érkezhetnek, mintegy 700-on, ez azt jelenti, hogy Új-Zélandtól egészen Kanadán át, Hawaiig, vagy mondhatnám, Argentinától egészen Izraelig, nagyon sokféle országból, tehát 32 országból érkezik ez a 15 ezer fiatal, 35 nyári táborba. Most már ennek a 35 tábornak túl vagyunk a felén. Tegnap este éppen egy nagy középiskolás tábor vette kezdetét Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség bázisán, a Rákóczi táborban. Ide 644 diák érkezett 19 országból. Ezek a diákok olyan középiskolákban tanulnak, itt a Kárpát-medencében, ahol a Rákóczi Szövetség otthon van, ahol működnek azok a sejtek, azok az ifjúsági csoportok, amelyekben ők közösségi munkát végeznek, ami egy identitást ad nekik az a tanév közben is, és ilyenkor a nyári időszakban választhatnak a Rákóczi Szövetség nagy középiskolás táboraiból, és ezek a diákok, akik éppen Debrecenből, vagy Zalaegerszegről, vagy Budapestről érkeztek oda a külhoni társaikkal, meg a diaszpórában élő társaikkal, ilyenkor egy héten keresztül azt érezhetik, hogy ők egy nagy világ nemzetnek a részei. Azt érezhetik, hogy őket két dolog összeköti ebben a táborban, az, hogy magyarul beszélnek, és az, hogy közös a kultúrájuk. Ez is a cél, hogy ezt megérezzék, ezért csinálják ezeket a táborokat? Alapvetően igen. Nyilván nagyon fontos az, hogy ebben az érzékeny időszakban, 14 és 18 év közötti időszakban élmények, emlékek szülessenek és találkozások a fiatalok között. Hogy rá döbbenjenek arra, hogy mi magyarok, lehet, hogy Dél-Erdélyben, esetleg Déván, ahonnét szintén vannak most a táborban, vagy Máramarosszigeten, ott kisebbségben vannak. Igen. Lehet, hogy egy clevelandi, vagy éppen egy Buenos Aires-i magyar diáknak rengeteg erőfeszítésébe kerül az, hogy ő a magyar nyelvet megtanulja, illetve megőrizze. De ilyenkor azt látják, hogy sokan vannak hasonló helyzetűek, és egy kiváló programon vesznek most részt. Elmennek a Füzéri Várba, sárkányhajóznak a Bodrogon, átsétálnak a Nemzeti Összetartozás hídján, ott vannak a Zemplén Kalandparkban, előadások, sportprogramok, nagyon sok minden honvédségi bemutató várja ott őket. De a lényeg az mégiscsak az, hogy amikor innen hazamennek, és reméljük, hogy feltöltődve élményekkel, emlékekkel teli, akkor hosszú távon az a cél, hogy ők a magyar nyelvre és a magyar kultúrára értékként tudjanak tekinteni, és ilyen módon az identitásukat ezeknek a fiataloknak erősíteni tudjuk. Nem utolsó sorban pedig a közösségért való felelősségüket, hiszen ezek a fiatalok mégiscsak azért jöhettek el ebbe a táborba, bármely középiskolában is tanulnak, mert ők ott helyben valami többletet tesznek a közösségért. És ez egy motivációt is ad. Azoknak is, akik Magyarországra jönnek haza, azoknak is, akik külhonba, de aki hazatér a diaszpórába, az egészen biztos, hogy sokkal aktívabb lesz egy cserkészcsapatban, szorgalmasabban fog járni a vasárnapi iskolába, és nyilvánvalóan az ottani közösségnek is egy komoly pesdítő élmény lesz az, hogy motivációval, élményekkel teli fiatalok térnek haza. A táborok programjainak az összeállításánál is ezek a szempontok működnek, hogy a magyarság tudatot, az identitás tudatot hangsúlyozzák ki elsősorban, és hogy ezt tegyék izgalmassá ennek a korosztálynak. Azért itt beszéltünk az előző beszélgetésben a digitális világnak a hatásairól. Manapság nem könnyű lekötni azért, pláne egy ilyen fiatal felnőttet. Arra törekszünk, hogy a fiataloknak lekössük az idejét, és hát köszönhető ez annak a nagyjából 500 egyetemistának, aki ott van velünk a nyáron. Ők olyan fiatalok, akik még néhány éve táborozók voltak.
és ilyenkor visszajönnek, és megpróbálnak ők visszaadni abból valamit a fiatalabbaknak, amit korábban ők kaptak. És mi azt látjuk, hogy a 22-23 éves egyetemista, amikor rábízunk néhány tucat középiskolást, akkor kihúzza magát, hogy neki felelőssége van, és a kommunikáció is sokkal egyszerűbb közöttük, a dinamizmus is benne van, az innováció is benne van az ő gondolataikban, és azt látjuk, hogy ettől működnek ezek a táborok. Természetesen ott vagyunk mögöttük, a programok összeállításában segítünk, és mindent megpróbálunk biztosítani, de alapvetően ez adja a táboroknak a lényegét, hogy magyar fiatalokkal vannak együtt, ők vigyáznak rájuk, ők szervezik a programokat, ők bonyolítják le, és az eddigi visszajelzésekből mi azt látjuk, hogy nagyon szívesen jönnek a diákok, és hát sokszor sírva mennek haza, mert még nem akarnak hazamenni. Hát szerintem ez a legjobb visszajelzés, az olyan, mint a szakácsnak esznek az ételéből, és azt látja, hogy ízlik. Egyébként milyen típusú táborokról beszélgetünk? Most nem kérem öntől, hogy a 35, ugye azt mondja, hogy 35 fajta tábor, vagy mind a 35-öt felsorolja, és ráadásul ugye 32 országból több száz résztvevő van, de milyen típusú táborokat szerveznek, milyen tematikájú táborokat, így is kérdezhetném a résztvevőknek. Ugye a hangsúly a középiskolásokon van, hogy azt az előzőkben említettük, de emellett vannak anyanyelvi táboraink, amelyek főként a kárpát-medencei szórványban, illetve a diaszpórában élő általános iskolásokat szólítják meg. Itt az a cél, hogy a gyerekeknek a magyar nyelvtudását, a magyarsághoz való kötődését akár már 8-10-12 éves korban is elő tudjuk segíteni. És hát emellett nyilván ezeknek a táboroknak mindig van egy olyan jellege is a határon túli, illetve a diaszpórában élő gyerekek felé, hogy ez egy utalom feléjük, illetve a közösségük felé is, mivel ők a magyarságot választották, ők magyar iskolát választottak, és ilyenkor ezt is próbáljuk megköszönni nekik, hogy amikor ők itt vannak, és innét hazamennek, akkor ők azt elmondhassák, hogyha éppen egy vitorlástáborban voltak, vagy éppen egy színjátszó táborban, vagy egyetemista táborban, vagy éppen a tanárok jöttek el, akár magyarországiak, akár külhoniak, hogy az, amit ők tesznek a közösségért, a magyarságért, az identitásért, azt próbálják megbecsülni a Rákóczi Szövetséggel együtt azok, akik mögöttünk állnak és támogatják ezt az ügyet. Elnök úr, további sok sikert kívánunk, és jó táborozást még a hátralévő részében a nyárnak, a résztvevőknek és a táboroztatóknak, és köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.